Utoljára júliusban jártunk itt, akkor még nagyon a munka elején tartottak, most viszont már óriási a változás. Mi történt? Hát dolgoztunk, a gyűjteménynek a építkezése az lassan lezáródik, a fizikális megteremtése, és most a szakmai anyagoknak, vagyis a szakmai munka, ami tart, megcsináljuk a tárolókat, ahol a dokumentumok, tárgyi emlékek, Szekkovács szerszámok és kellékek kerülnek bemutatásra. A felső soron nagyítások, különböző méretű nagyítások, az alsó soron egy ilyen családok, szakmák szerinti tablók kerülnek majd bemutatásra, és van a három sor közül egy középső szövegdoboz, ahol a város cigány története 1840-től napjainkig majd végigfut 38 szövegidézetben. Itt a gyűjtemény részen kívül azért több helyiség is megújult, a sportterem is megszépült. Igen, lett egy körvívó és tánctermünk, vagy úgy mondjam, egy tornatermünk, 100 négyzetméter. Szeretnénk a megnyitóra kifesteni a tanoda három tantermét, szeretnénk a WC-t megújítani, és majd jövőre pedig a külső homlokzatokat is befejezni. Hát akkor sikerült tartani az ütemtervet végig? Most így idáig igen. Eddig csak a tanoda működött itt, most ugye már a gyűjtemény is. Milyen új feladatokat fognak ellátni? Most meg fog történni, el fogjuk kezdeni a háznak az intézményesítését, ami arról szól, hogy a helytörténeti gyűjtemény muzeális gyűjteményi, közgyűjteményi alakul át, és akkor megteremtődik annak a lehetősége, hogy normál közösségi házként és benne a múzeummal egy intézmény legyen. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy hogy úgy mondjam, hogy a tanodásoknak, a gyerekeknek legyen egy múzeumunk, és a múzeumnak legyen egy tanodája, úgyhogy így élővé válik az anyag, hiszen ez a tér marad a tanodának a közösségi tere is. Úgyhogy jövőre már szeretnénk, hogyha Újpesti Cigány Közösségi Ház néven egy új intézményt köszönhetne Újpest. Rengeteg a fotó, mindegyik fel fog kerülni a falra? Nem, a 12%-a fér ki, úgyhogy megpróbáltunk minél nagyobb helyet biztosítani. A falfelületeket úgy alakítottuk ki, hogy a legtöbb anyag fölkerülhessen. Nagyon nehéz abban osztályozni, hogy mit és hogyan. Itt a méretekkel próbálunk játszani, mivel nem csak fotókiállítás, így a dokumentum bemutatásban is nagyon fontos az, hogy úgy válogassuk le, hogy legyen ennek egy vonala, egy történelmi vonala. Nekünk nagyon fontos, hogy legyen egy esztétikai vonala, mert ugye a cigányság az elmúlt 50 évben, ha képileg is írásban megjelent, annak nagyon kis része szólt az esztétikáról. És ebben úgy gondoljuk, hogy mivel ezek az őslakos újpesti cigányságnak a fotói, meg tárgyi emlékei, ezért nekünk itten nagyon komoly esztétikai feladatunk is van, mert mindenki azt gondolja, joggal, és ez származástól független, hogy az ő családja a legjobb minőségben és a legszebb kivitelben jelenjen meg. Mennyire lesz újdonság az ide látogatók számára ez az anyag? Újdonság lesz, volt már ebből egy fotókiállítás 2010-ben, egy szűkörű, ahhoz képest most 10-től 6-ig tartó nyitvatartással bármikor látogatható lesz, múzeumpedagógiai előadásokkal, helytörténeti előadásokkal. Rendesen be szeretnénk csatlakozni a múzeumi vérkeringésbe, akár a múzeumok éjszakájával is. Azt nagyon szeretnénk, hogyha az újpesti általános iskolák, gimnáziumok rendhagyó történelmi óra keretén belül egy-egy órát eltöltenének itt, megismernék a város őslakos sai közül itt történetesen a cigányságot. Ez Magyarország első cigányhely történeti gyűjteménye lesz. Szeretnénk ebben egy mintát is felállítani, hiszen az egymáshoz való közeledés nem képzelhető el, hogyha az egymás kultúráját a népek nem ismerik. Úgyhogy itt ebben ez egy úttörő feladat volt, hogy egy olyan
kiállító tér és egy olyan anyag kerüljön föl, hogy minden történeti szempontból is, esztétikai szempontból is, ami ugyanolyan fontos a város cigányságának is megfelelje. Lesz egy óriás fotó, ami jelenleg még nincs, itt a fennmaradt fehér felületen. Az egy 2,60 m x 1,60 m óriás zenekari kép lesz, ahol 28 újpesti rajkózenekar, 28 tagú rajkózenekar fog megjelenni. Most jelenleg még az alsó sor nincs kész, csak nyomaiban az alsó tablósor, és hiányzik még a két tárolóból a tárgyi emlékeknek a összerendezése. Mikor lesz a megnyitó? Október 10-én, 5 órakor, pénteki napon, és nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Nagyon sok itt az érdekes, bensőséges hangulatú fotó, melyek a legérdekesebbek, legkedvesebbek? Tehát Újpest cigányságának a története, az önmagában végbe egy nagyon bensőséges és családias történet, nagyon kedves, érdemes rá odafigyelést szentelni. A gyűjtések során előkerültek fotó ritkaságok, fotó érdekességek, hogy utaljak egyet, kettőt megemlítenék, hogy Kodály Zoltán például részt vesz Boros Lajos féle zenekar próbáin. Hát jó tanácsokkal láss el a zenekart. Amire felhívnám a figyelmet, az a muzsikus cigányok körében egy nagyon szép és nagyon érdekes hagyomány, hogy Prímást Királyt választanak maguknak. Hát ez megtörténik Járóka Sándorral 73-ban, Zusában, ami Újpesthez köti ezt a dolgot, az Rigó János, ez az édesapám, aki a zenekarban, mint brácsás szerepel. Ugyanez megtörténik 85-ben egy nagy nemzetközi cigányban alkalmával, a Hilton szállóban, Boros Lajos bácsival, akit nemrégiben vesztettünk el, és hát nagyon sajnáljuk, nagyon-nagyon sokat segített nekünk, nagyon jó volt a mi kapcsolatunk. A jó Isten nyugtassa őt, és szívünkben örökké fog élni. Tehát megtörtént Boros Lajos bácsival is ez a dolog. Én gyermekfejjel részese voltam ennek, láthattam, hogyan zajlik ez az ünnepség. Még élek soha nem fogom elfelejteni, nagyon megható volt, nagyon bensőséges, és hát a Lajos bácsi az első két mondat után utal a zenekari tagokra, hogy támogatták az ő muzsikáját, az ő szereplését, megköszönve ezt. Itt is van újpesti érdekeltség. Ebben a zenekarban már hárman is vannak, a Krajcár, Pártfai Gyula, a Rigó János és Kálai Kisernő, aki egy Kossuth díjas klarnét művész, és hát ő is megkapta a koronát. Ő meghatalmazott minket arra, hogy elmondjuk, hogy Újpest város lakos volt, városrészünk lakosa volt, a fia így született, tehát Újpestnek vallotta magát ilyen értelemben, és hát erre is nagyon büszkék vagyunk. Vörös Kálmán, amit megemlítenék, ő is városrészünk lakója volt. Itt élt, itt tevékenykedett, dolgozott is Újpesten. Végül is kalandos élete során ő is megkapta ezt a bizonyos titulust, ami a Prímás Királyság titulusát. Ez Bécsben történt meg. Járóka Sándor ugye 73-ban Amerikában, amikor a koronát megkapja a hosszabb szereplés alkalmával, már az amúgy is jó fizetését az ottani vezetőség úgy dönt, hogy megduplázza, és a kintaszkodását is. Tehát még egy év szerződést ajánlanak neki, és dupla gázsit, amit ők köszönettel visszautasítanak, és hazajönnek. Ezt a mai vett értelemben ez azért elgondolkoztató.
Még egy ide kapcsolódó rövid epizód, Buffor Igor Sándor, a Száztagú Cigányzenekar művészeti igazgatója volt, nemrégiben vesztettük el őt is sajnos. Hát őtőle kaptam egy fotót, ahol a repülőgépen van a zenekar lefényképezve. És én megkérdeztem tőle, nincs jelentősége a kérdésemnek, Sanyi bácsi, de a repülőn odafele mennek, vagy hazafele jönnek? És azt mondta a válasz, így hangzik, hogy fiam, nagyon örülünk, nagyon boldogok vagyunk, mosolygunk, tehát hazajövünk. Hány év munkájának a gyümölcse ez az anyag? Hát ez a részemről, ami ott én a Gáborral együtt kutassuk, gyűjtsük a fotókat, ez egy 15 évre tekint vissza. De azt azért elmondanám, hogy minden egyes mozzanatát, minden egyes percét élveztük, külön emlékezetes minden egyes nap és minden egyes fotó. Amikor legutóbb találkoztunk, azt mondta, hogy ez egyedi és páratlan lesz ez a helység. Mi volt a legnagyobb feladat, a legnehezebb? Valóban azt mondtam, és igyekeztünk is ezt betartani. Hát a legnehezebb az a mennyezetcsere volt, úgy gondolom az építkezés során, illetőleg a tárolók kialakítása és a tereknek a legjobban kihasználható megoldása, hogy minél több felületen tudjunk kiállítani. És úgy gondolom, hogy sikerült olyan mértékben, amint szerettük volna a lehető legjobbat kihozni. Nem csak szép lett az épület belseje, hanem modernebb is, a tető is szigetelést kapott. Igen, igyekeztünk mind minőségben, mind pedig energiatakarékosságba törekedni a maximumra. Mennyezetbe is került 5 centi szigetelés, hő, fólia pluszba, ezáltal ugye takarékoskodva a fűtéssel, megnövelve a hőértéket. A minőségben ugye próbáltunk a mennyezetbe is, az ajzatba, a padlóba is a legjobbat kihozni. A világítás technikában is a legmodernebb német minőség van beépítve, ami a nagy fényleadás ellenére a legtakarékosabb, minimális fogyasztású technológia. Mi az, ami még hátra van? Művészeti résznél tartunk. Ami még építkezési szempontból hátra van, az a mosdó illemhelységek felújítása, illetőleg két irodarész. De ezen felül a múzeum rész az 90%-osan kész. Tehát az átadásig akkor minden rendben lesz? Rendben lesz, így van, elkészült az előtér, készül elő egy újabb kutatószoba, úgyhogy az időt azt tartani tudjuk, és bízunk benne, hogy rendben simán meg is lesz a megnyitó.